Hello, hello, üdvözöllek a csatornámon. Ennek a videónak a témája az 1987-ben bemutatott robotsorú film. Címszereplője lesz a filmet rendezte Paul Verhoeven, és magát, robotsorút Dr. Peter Weller alakította a filmben. Az elmúlt pár évben viszonylag nehéz volt normálisan kinéző robotzsarú figurához hozzájutni, ennek a NECA nagyon régen lefuttatta már a szériáját, ezeknek az árai a külső oldalakon igen igencsak fölmentek, aztán váratlanul egy új cég, vagy legalábbis számomra egy új cég jelent meg a piacon, a Hia Toys, amely Alien predátor és robotzsarú figurákat is adott ki az elmúlt időszakban. Ez természetesen azelőtt volt, mielőtt még a NECA bejelentette volna, hogy 2023-ban újra kihozza a robotzsarú figuráját a Ultimate kiadásban. Nézzük is meg akkor ezt a figurát. A Robotzsarunk nagyjából, hogy látszik is, 10,5 cm magas, és a már hagyományos Star Wars figuránkat mellé állítjuk, látszik, hogy nagyjából egy fejjel magasodik fölé. Mindazok ellenére, hogy egy igen apró kis figuráról van szó, de a HIA cég azt hiszem mindent megtett, hogy a lehető részlet pontosabban lemásolja a robotzsorú figurának az apró kis részleteit. Mindjárt közelebbről is ezt meg fogjuk nézni, de előtt egy kicsit körbe forgatom. Nézzük is először, hogy milyen kiegészítők érkeztek ehhez a figurához. Érkezett hozzá egy talp. Láthatjuk, különböző minták vannak kidolgozva, és ami kimondottan tetszetősennél a megoldásnál, található rajta egy kis pöcök, erre a figuránkat rá tudjuk állítani. Ha megfordítjuk ezt a talpat, akkor láthatunk különböző bemélyedéseket a széleinél. Ez azért lesz fontos, legalábbis abban az esetben lesz fontos, hogyha vennénk másik hia gyártmányú figurát, akkor annak a talpazatával egyszerűen össze is tudjuk akár kapcsolni, és különböző irányokban ki tudjuk bővíteni ezt a a labzatot. A figuránkhoz továbbá érkezik még két cserélhető kéz, egy nyitott tenyérrel, és egy a filmben is megjelenő adattüskével, illetve, hogyha magát a figurát megnézzük, akkor látható, hogy van egy fegyvertartó a keze is, és persze a már emlékezetes autó 9-es fegyver is hozzájárul. Annak ellenére, hogy igen, kis darabkáról van szó, itt is láthatjuk, hogy figyelmet fektettek a részletekre. A figura kezének cseréje nagyon egyszerű folyamat. Ám annál inkább oda kell figyelni rá. pedig azért kell körültekintőnk lenni, mivel a kar végén találhatók is pöcök, amire rátegyezzük a másik alternatív kezet. Igen, csak kicsike kicsit meg kell dolgozni, és a helyére is tud pattanni a dolog. Most az kezet szedtem fel, és hogy látszik, a helyén is van. Annyi kiegészítésnek ehhez a készhez, hogy az itt található kis tüskécske, gumis jellegű, tehát viszonylag rugalmas anyag, így nem kell egyből attól tartanunk, hogy le fog majd törni a figuráról. Visszacserélve a fegyvertartó kézre, itt is a fegyverünket, az autó 9-es pisztolyunkat viszonylag könnyedén be is tudjuk illeszteni a helyére. Artikuláció terén a figura fejét tudjuk dönteni, előre, hátra, és körbe is tudjuk akár forgatni. Így viszonylag jó pozícionálható a dolog. A karja csuklóban mozgatható, könnyékben, de nem érdemes erőltetni más irányba illetve teljesen körbe is tudjuk forgatni. A torzója szelvényezett, amennyire látszik, és ez is viszonylag jó artikulációt biztosít a figuránknak. Előre dönteni, hátra dönteni tudjuk nagyon szépen, jobbra, balra. Mozdítsuk el egy kicsit a kezeket, és nézzük a csípő részt. Itt már az eredeti dizájnnak köszönhetően azért látszik, hogy jóval nehezebb mozgatni, tehát nem tudunk egy hagyományos ülést lehozni a figuráról, de szintén a lábat már amennyire lehet, körbe tudjuk forgatni. térben ugyanúgy szépen behajtható. És a talprész is mozog. Bár ennek a rész, részénél oda kell figyelni, a hidraulikus csövecske nehogy kiúrjon a helyéről, vagy eltörjön. Bár relatíve apró figuráról van szó, mindezeken ellenére remekül artikulálható szerintem. piaciára körülbelül 20 és 30 euró között mozog, én nagyjából 20 euróért jutottam hozzá ez a figurához. Azt hiszem ezzel a figurával a Hiatoys tényleg oda tette magát, de méretét tekintve leginkább csak reprezentatív jelleggel tudnám ajánlani. Köszönöm a figyelmet, és ha tetszett a videó, akkor lájkold, kommentáld, és kérlek, iratkozz fel. Hello, hello!